A himnusz közös éneklésével kezdődött a Szűz Mária királynő és a Szent Gotthárd plébánia által szervezett megemlékezés a Szent László szobornál. A résztvevőket elsőként Iváncsics János köszöntötte, aki elmondta, Szent Lászlónak olyan örökérvényű erkölcsi tanítása van, amire példaként tekinthetünk. Lehet a méltóbb módja és helyszíne a megemlékezésnek, mint nálunk Moson-Magyaróváron? Azt hiszem, hogy nem. A legszentebb áldozat bemutatása után az Isten háza melletti téren történő megemlékezés a legméltóbb mód és helyszín 8. királyunk előtt. Ezzel a mai ünneppel ugyanakkor megerősítjük saját hitünket, magyarságunkat és talán lokálpatrióta moson-magyaróvári tudatunkat, identitásunkat is. Az alpolgármester kiemelte, a ma emberének feladata, hogy továbbadja és megőrizze Szent László örökségét. Az idei évben beszédet Csatári Ákos mondott, aki Szent László életútját elevenítette fel. Lebó Ferenc lovagi páncélban ábrázolja az uralkodót. Elhangzott már, hogy lovak királynak tartották. Igazából a klasszikus lovakkor csak László halála után kezdődött, de egész élete ezt a jelzőt végül is elfogadhatóvá teszi. Harcban élt, harcban szerezte meg a királyi trónt. Csatári Ákos hozzátette, Szent László életútjában nagy jelentősége van a kereszténység fenntartásának és megtartásának. Leverte a lázadókat és támogatta az egyházat. Szent László király nevéhez fűződik a magántulajdon védelmének megszilárdítása, Horvátország elfoglalása és az első magyar szentek avatása. A legendák kegyes lovak királyként mutatják be, mint a késő lovakkori lovagi eszmény megtestesítőjét. A megemlékező beszédet követően a Krisztina kórus adta elő Szent László históriáját. A megemlékezés végén az Európai Cserkészek Moson-Magyaróvári egyes számú csapatának közreműködésével a tisztelet koszorúit helyezték el a városi Szent László szobornál.